Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szerdai napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Szófő határából, a Sárga Sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok a Szófő határában, a Sárga Sáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek, a Sárga Sáv túraútvonalon, a Szófő és Pécsely között. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videómban elkezdtem. Nézzétek meg az ezt megelőző videót is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Köszönöm szépen, és akkor jöjjön a folytatás. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én nem is húzom az időt, hanem szépen haladok tovább arrafelé, Pécsely irányába, itt a Sárga Sáv túraútvonalon, tartsatok velem. És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már szépen haladok is tovább a mai kis túrámmal, ezen a szerdai napon, amikor is tudnélik, én még mindig szabadságon vagyok, hiszen ezen a héten végig tulajdonképpen szabadságon vagyok, de a jövő héten már természetesen nekem is kell majd menni dolgozni, méghozzá éjszakás műszakba, úgyhogy az még a jövő héten lesz csak, hiszen most még csak szerda van, amikor ez a videó készül. Pontos idő és dátum folyamatosan ott látható a képernyő aljában. És akkor szépen haladok is tovább itt a Sárga Sáv túraútvonalon, a Szófő és Pécsely között tulajdonképpen. És ugye, ahogy elmondottam az ezt megelőző videómban, ugye nem először járok itt, mert tényleg nem ez az első alkalom, hogy itt járok, hanem ez már konkrétan a harmadik alkalom, tehát már három alkalommal jártam itt, és természetesen mind a három alkalommal készítettem videókat, amúgy ez a harmadik alkalom, tehát az ezt megelőző két alkalommal is készítettem videókat erről a útvonalról, másik szemszögből nézve, illetve másik irányból haladva. Na, gyerekek, akkor haladjunk tovább természetesen, itt a Sárga Sávon, a Szófő és Pécsely között. És akkor haladok tovább, ahogy láthassátok, itt a sárgán, és majd itt nem sokára, majd ki kell térjek majd jobbra, az emlékezeteim szerint, mert azért, ahogy mondottam, az ezt megelőző videóban, ugye ezen a részen sajnos nem valami jól van felfestve a turista jelzés, sőt mondhatni, hogy konkrétan egyáltalán nincs felfestve itt turista jelzés, mert tényleg egyáltalán nincsen, de viszont tény és való, hogy erre felé halad ez a bizonyos Sárga Sáv túraútvonal. Ezt ugye a térképről könnyen meg lehet nézni, mert tényleg erre felé halad.
a sárga sáv, csak az a gond, hogy ugye a jelzések itt nem nagyon vannak, pedig kéne, hogy legyenek. Jó, nekem már mindegy, mert ugye én már nem először járok itt, így hát pontosan tudom, hogy mikor és merre kell kanyarodni, de aki tegyünk föl, először jár itt, mint amikor én is, amikor először itt jártam, ugye több alkalommal is letértem a kijelölt útról, pont az véget, mert egyáltalán, vagy csak nagyon ritkán vannak felfestve a jelzések itt a sárga sávon, a Szófő és Pécsely között, mert tényleg baromi ritkán vannak felfestve, néha elvétve lehet találni egy-egy turista jelzést, de tényleg nagyon elvétve, hogy aki erre jön, az erre készüljön, ki esetleg erre jönne és ide jönne, akkor az erre készüljön föl mindenképp, hogy itt a jelzések bizony nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán vannak, és ami van is ritkán jelzés, az is általában olyan helyen van, vagy nem látható jó, vagy már annyira el van kopva, hogy már szinte felismerhetetlen. Na de, haladjunk tovább. Hát közben itt fúrnak, úgy látom, kutat is. Ja, itt fúrnak kutat gyerekek. Nyilván vízkutat fúrnak, mert azért itt egy jókora ivóvízbázis van. Tehát nyilván itt fúrnak kutat. És akkor itt van a sárga jelzés, amit ugye nagy ritkán észre lehet venni. Tehát itt van, ahogy látható ezen a felvételen, tehát itt van maga a sárga jelzés, ahogy látható ezen a felvételen, tehát nagyon ritkán elvétve fel lehet fedezni, hogy errefelé halad ez a sárga sáv túraútvonal, hiszen itt is itt van egy jelzés, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor haladok is tovább ezen a sárga sávon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább arra felé, a sárgán. Hát igen, tehát ez az, amiről beszéltem, hogy itt a jelzések nagyon ramaty állapotban vannak, vagy éppen nincsenek is, de láthattátok, hogy azért elvétve vannak jelzések, de tényleg csak elvétve, hogy nem ártana egy kicsit ezeket úgymond felújítani, tehát újjáfesteni őket. Ja, közben itt megy a fúrás-faragás. Ja, kutat fúrnak. Ja, kutat fúrnak a vízmű területén. Ja, kútfúrás zajlik. Úgyhogy ja, kutat fúrnak gyerekek itt a vízmű területén, ami egyébként itt van jobbra tőlem egy bekerített rész, az ugye a vízműnek a területe. És akkor itt majd nem sokára, itt majd el kell kanyarodjak jobbra, itt a kanyarban, majd jön az a kanyar, ahol baromira könnyen el lehet téveszteni, hogy merre is halad ez a sárga sáv túraútvonal. Tehát itt jön az a kanyar tulajdonképpen, ahol baromi könnyen el lehet téveszteni. Hát amikor először jártam itten, én is eltévesztettem. Akkor első alkalommal jártam itt, még valamikor tavaly, mert tavaly jártam itt először. Azóta, hogy egyszer már voltam itten, most vagyok itt harmadjára, és akkor itt lenne ez a kanyar, tehát itt van ez az éles kanyar balra, és itt kell ezen a ponton jobbra elkanyarodni, tehát itt ezen a helyen kell jobbra elkanyarodni, tehát a továbbiakban arra felé kell haladni, mert arra felé folytatódik ez a bizonyos sárga sáv túraútvonal.
tehát abba az irányba folytatódik maga ez a sárga sáv túraútvonal. Tehát itt ez az a kanyar, tehát ez az első pont, ahol baromira könnyen el lehet téveszteni a útvonalat, mert láthassátok, hogy itt az út kanyarodik el erősen balra, de nem arra felé halad a sárga sáv, hanem konkrétan arra felé halad. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát és itt már egy kevésbé járatott ösvény található, mert tényleg itt egy kevésbé járatott ösvény található, és van is jelzés, csak éppen jó távol van az úttól, benne a fákon, a bozótba, tehát van jelzés. Tehát azért mondom, hogy azért erre oda kell figyelni, aki erre jön, hogy itt a jelzéseket nagyon meg kell nézni, hogy hol vannak, mert tényleg olyan eldugott helyeken vannak, hogy eszméletlen, vagy megtalálod, vagy nem. Tehát ez a két esetőség van. És akkor itt szépen fölmászunk ennek a dombnak a tetejére. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Bocsi. De valami kaparta a torkomat. Hú, gyerekek. És itt van egy ilyen kisebb emelkedő. Tehát van itt egy ilyen kisebb emelkedő, ahogy látható ezen a felvételen. Mert láthassátok, hogy itt van egy kisebb emelkedő. Hú, és baromira melegem kezd lenni. Mert tényleg baromira melegem kezd lenni. Ki is kell gomboljam a kabátomat, mert komolyan mondom, hogy szakad rólam már a víz. Mert tényleg szakad rólam a víz. Főleg úgy, hogy itt mászok fölfelé itt a emelkedőn. Hű, gyerekek. Hát az időjárás tökéletes. Tényleg ez az igazi kimondott túrázós, kirándulós időjárás van. Tehát az időjárás ez a legjobb a túra szempontjából. Nincsen az a pokoli meleg már, mint nyáron, de viszont nincs is hideg egyáltalán, sőt még hűvös sincs. Konkrétan nekem most melegem van, pedig nem vagyok vastagon fölöltözve, de melegem van, gyerekek, így október 11-én, mert hogy október 11-e van, pontos idő és dátum, folyamatosan ott látható a kijelző aljában. Na, gyerekek, haladok tovább, itt a sárgasávon, ami ugye alig kivehető, hogy itt egy turista út halad, mert tényleg alig kivehető, de itt halad a turista út, gyerekek, bármilyen hihetetlen is, itt halad. Hú, na, fölértünk a dombtetőre, most jön a könnyebbik rész, elkezdünk lefelé ereszkedni, ahogy látható ezen a felvételen, hát szépen leereszkedek, itt a sárgasávon. Hát a jelzések azok csak elvétve vannak, és azok is nagyon rossz állapotban. Hát tényleg elvétve vannak csak itt jelzések, turista jelzések, és azok is baromi rossz állapotban vannak. Tehát ahogy mondottam, nem ártana újjá festeni őket, mert tényleg aki először jár itten, az baromira meg fog itt keveredni. Életében először jár itt, nem úgy, mint én, aki ugye már több alkalommal is járt itten, és akkor itt arra felé kell haladni, tovább ezen a csapáson, tehát erre felé kell haladni, itt ezen a csapáson, mert a sárga jelzés az itt van, valahol eldugva, mert tényleg itt van valahol eldugva a sárga jelzés,
és a szó legszorosabb értelmében el van dugva, tehát nagyon is el van dugva konkrétan, hát nem látszik. Hát ott a villany póznán ott virít egy, de ez csak ez az egy, mióta elindultam, kint itt a határban, azért ennek is örülök, hogy legalább egy van, ami normálisan van, a villanypóznán. Hú, gyerekek, haladok tovább, természetesen, tehát megyünk szépen előre, itt a sárgán. Hú, amúgy a mai napot nagyon fogom szeretni, úgy érzem, már az időjárás szempontjából tuti, tehát tuti ez a mai nap, az időjárás szempontjából, tehát tényleg tuti. Hú, és itt is kénének a jelzések ezen a részen. Hát majd talán egyszer valamikor, ha talán egyszer erre jövök legközelebb, valamikor, akkor talán már lesznek frissen festett turista jelzések. Legalábbis remélem, mert tényleg nem ártana ezt a szakaszt is úgymond felújítani a jelzéseket, mert nagyon nem jó állapotban vannak, és kurva ritkán vannak, bocsi a kifejezésé, de baromi ritkán vannak, mert a turista jelzések. És ez ugye nem más, mint ugye a sárgasáv túraútvonalnak az Aszó, Fő és Pécsely közti szakasza, tehát érdemes volna eljönni ide, ugye akik ezt csinálják, a turista jelzéseknek a felfestését, hogy egy kicsit itt rendbe rakják ezt az egész útvonalat, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon kénének ide a jelzések. Jó, nekem nem, tehát nekem nem, mert én nem először járok itt, de aki tegyünk fel először jár itt az életében, mint ahogy én is, amikor először itt jártam, baromira többször is eltévedtem, mert többször is eltévedtem baromira, vagy megletértem az útról, meg ilyenek, mert ugye nincsenek jelzések normálisan végig, tehát ezt nem ártana kicsit szorgalmazni, tehát nem akarom senkit se parancs, ezt nem, de hát ez nem parancs, tehát nem ártana szorgalmazni ezeket a jelzéseknek a felfestését. Köszönöm szépen a többi túratársam nevében is. És akkor itt jobbra kell kanyarodni, ezen az aszfaltos úton. Hát most egy ilyen kis szakaszon lesz egy ilyen aszfaltos kis szakasz. És itt szépen itt jobbra kell kanyarodnom. Hát itt így jobbra, tehát abba az irányba kell haladnom. Tehát arra felé kell folytatnom a túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És majd itt nem sokára el is kell kanyarodni majd balra. Tehát itt majd nem sokára balra is el kell kanyarodni. Hát itt azért egy-egy jelzés van elvétve. Itt az útnak a bal oldalán, ha innen haladok. Amúgy ez az út, ahol most éppen sétálok, ez Aszófőt köti össze Pécsellyel. Tehát ez az aszfaltos út, ami itt látható ezen a felvételen, ez Aszófőt köti össze Pécsellyel. Hát én nekem ugye a mai úti célom az Pécsely, csak nem ezen az aszfaltos úton, hanem a kijelölt turista úton, ami ugye a sárgasáv túra útvonal. Ezt ugye már nagyon sokszor elmondtam ebben a videóban, meg az ezt megelőzőben is. Ezt nézzétek el nekem, köszönöm. És majd nem sokára itt kell majd balra bekanyarodni, mert tényleg itt kell majd nem sokára balra elkanyarodni, mert most valójából visszafelé haladok Aszófő irányába, mert most Aszófő irányába haladok visszafelé, és igen, elvétve azért vannak itt turista jelzések, de tényleg nagyon elvétve, tehát nagyon figyelni kell, gyerekek, ki erre jön túrázni, hogy figyelje águs szemekkel a turista jelzéseket, és majd itt kell balra bekanyarodni, a legjobb tudomásom szerint.
hiszen már nem először járok itt. És akkor itt balra be is kell kanyarodjak kapásból, tehát itt kell bekanyarodni balra, gyerekek, arrafelé tovább aszófő van, tehát abba az irányba tovább aszófő, és akkor itt kell balra bekanyarodni ezen a jó kijárt úton, tehát itt kell bekanyarodni balkész felé, és akkor legyen már egy kis visszatekintés, ha már itt pörgök körbe-körbe. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jön a sárga sáv túra útvonal, aszófő irányából, és akkor itt ezen a helyen, ezen a ponton, itt be kell kanyarodni méghozzá balkész felé, vagyis abba az irányba. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok is tovább. Itt közben itt van egy ilyen betonüzem, tehát van itt egy ilyen betonüzem itt bent, tehát ahol a mixerek, ahol a betont készítik, ahonnan ugye mixerrel elszállik, kiszállítják. Tehát van itt egy ilyen betonüzem itt a fák mögött, tehát itt a bozótos mögött van egy betonüzem, ahonnan a mixerek ugye a betont, a friss betont ugye kiszállítják az adott megrendelőnek, illetve az adott címre. Na, gyerekek, és akkor itt szépen egyenesen haladunk befelé azon a földes úton, ami ott szembe látható. Tehát itt szépen behaladunk. Ja, itt van a mixerterep. Tehát itt van ugye a mixertelep. Itt van ugye a betonmixer. Betonüzem. És akkor itt szépen haladunk befelé erre. Egyenesen ide be az erdőbe. Ezen a kijel földes úton, ami itt látható. És akkor itt szépen haladok is befelé tulajdonképpen, befelé az erdőbe, ezen a dűlő úton, erdészeti kocsi úton, helyesebben szólva, mert tényleg ez egy erdészeti kocsi út, ahol most éppen gyalogolok, és erre vezet bizony a sárga sáv túra útvonal, mert hogy erre vezet maga a sárga sáv túra útvonal. Itt meg is van a jelzés, tehát itt már azért nagyjából megvannak a jelzések ezen a részen. És akkor itt szépen haladok tovább itt befelé a erdőbe tulajdonképpen. Hát szépen itt haladok befelé, gyerekek. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És mivel, hogy ez a videó már több mint 20 perce megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen! És akkor én majd a továbbiakban konkrétan arra felé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arra felé fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók! Vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, aszófő határából, a sárga sáv túraútvonalról. Sziasztok!